Van egy fogalmazási hiba, amit marketingesek szándékosan elkövetnek. Nézd csak, mi van odaírva erre az óriás plakátra? Milyen árak? Olcsó árak. Te is tudod, hogy ez helytelen. Hiszen az árak milyenek? Alacsonyak. Egy ár nem lehet olcsó. Egy termék lehet olcsó. Egy ár csak alacsony lehet. Miért van az, hogy a Tesco egy multimilliárdos cég, akinek a reklámját legalább tizen ellenőrzik tüzetesen, miért követel egy ilyen hibát? Egyszerűen azért, mert ez jobban működik. A legközelebbi árakciódnál próbált ki. Feladsz egy hirdetést, amiben alacsony árakat hirdetsz, feladsz egy hirdetést, amiben olcsó árakat hirdetsz. És az utóbbi jobban fog konvertálni. Egy kicsit többen kattintanak rá, egy kicsit többen vásárolnak. Egyszerűen így működik a nép. És itt van a te döntési szabadságod. Eldöntheted, hogy mi fontosabb neked. Pár százalékkal több profit, vagy pedig a nyelvhelyesség. Egy multimilliárdos részvénytársaság nem döntheti el, mert neki egyetlen egy mutató számít, az a legfontosabb, és az a profit. De te, egy kis cég, eldöntheted, és ezért jobb kis cégnek lenni, mint egy multimilliárdos nagyvállalatnak.